Hello YouTube, sziasztok! Itt van velem Rebeka és Bence. Sziasztok! Markó Rebeka, Dezső Bence és Oli, a Doberman kutyusuk. És ahogy ígértem az előző vlogban, meg fogom mutatni, hogy mik azok a dolgok, amit mindenképpen megtanítottam Olinak és a gazdiknak is. Gyertek velünk! Természetesen, mint mindig Rebekáéknál is a koncentrációs gyakorlattal kezdek, ugye aminek a lényege az, hogy a kutya kedvenc jutalomfalatját akkor fogja megkapni, ha úgy viselkedik, ahogy a gazdik szeretnék, tehát nyugodtan és figyelmesen. Most látjátok, hogy egyébként Olinak nagyon sok mindent megtanított Rebeka és Bence, de túljátsza, túlszínészkedik, most azt fogjuk tanulni a mai nap, gyere ide! Hogy csak akkor kapja meg a falatot, hogyha nem ugrál, nem kiabál, nem hisztizik, okos, hanem hogyha teljesen nyugodt és figyelmes. Rebeka, van nála gyuti falat, tedd az órához, fel a mellkasodhoz, ha szemedben néz, jutalmazd is meg, mehet hátra a kezed. Itt nem fogod tudni eldönteni, hogy a szemedben néz a kutya, vagy a kezedet nézi, ezért el kell tenni hátra a kezünket. Látjátok, ilyen gyorsan el lehet érni, hogy figyelmes és nyugodt legyen a kutya, ne pedig ilyen ugrálós hiszt is. Megnézzük ugyanezt Bencénél, tedd a nóziához. Fordíts magadhoz, lép egy lépést hátrább, és kaphatja is. Ügyes. Jó, ebbe beleugatott ilyenkor, hogyha véletlen beleugat és megkapja, nincs baj, akkor van gond, hogyha egymás után ez többször előfordul. Ügyes. Kaphatja, adom a következőt. Jó, egy picit távol ül a kutya, de mindenki eldönti, hogy milyen közel szeretné, hogy üljön hozzá a kutya. Én azt szeretem, ha nagyon közel ül hozzám a kutya, van, aki azt szereti, hogy egy kicsikét távolabb. Azért van most rajta pórász, hogy szükség esetén tudjam kontrollálni. Hátra a kéz. Ez az. Oké, és a soron következő gyakorlat pedig az lesz, ahogyan megtanítjuk a kutyát póráz nélkül a gazda mellett menni. Erre ugye azért van szükség, hogy a kutya önállóan saját akaratából jöjjön velünk, és csak utána fogjuk a pórázt beletenni, beleilleszteni a munkába. Már is mutatom, hogyan. Oké, és tehát a pórázon vezetést azzal a gyakorlattal alapozom meg, amikor a kutyának megtanítom, hogy jó a jobb és bal oldalamon menni. A jutalomfalatot ráteszem a tenyeremre. Nem megyek bele ebbe a videóban a részletekbe, mert egyébként egyéb videóimban meg tudjátok látni. Ez a videó is inkább egy gyors, pörgős videó lesz. Szóval, rászorítom a tenyeremre a jutalomfalatot, megmutatom a kutyának, ide teszem a lábam mellé, rászorítom a combomra, és megtanítom neki, hogy jó a lábam mellett jönni. Ezt megcsinálom jobb oldalt is, bal oldalt is. Ezzel alapozom meg, hogy szívesen önszántából jöjjön mellettem, és amint látjátok, nincsen még rajta póráz. Most ezt meg fogja csinálni Rebeka és Bence is, utána pedig megmutatom, hogy hogyan fogom a pórázt kapcsolni a gyakorlathoz. Na nézzük, hogy hogy megy ez Rebekával. Oli? Gyerek közelít már szerintem. Már jöhetsz közelibe, és ezt megvárjuk, nem is kell állítanod. Szorítsd rá oda a combodra, az oldaladra. Úgy van. Jó, arra figyelj, hogy a fokozatosság elve miatt először egy-két lépés után ad neki oda, amikor neki adod, mindig állj meg, és ahogy gyakorolsz, majd 2-3-4-5 lépés után se fogsz jutni szerintem 1-2 hét után oda, hogy akár több száz lépést is megy veled így a kutya. Na lássuk! Szoríts rá az oldaladra, combodra. Nagyon jó! Egyébként, ha megállsz és fölemeled a kezed, akkor gyönyörűen ül is. Nézzük meg a másik oldaladon. Szorítod a lábadat. Nagyon jó, ültesd le. Oké, és már is mutatom, hogy hogyan kerül képbe a póráz, rácsatolom a pórázt, adom az újabb jutalomfalatot. Igen, látom, törlöd a kezedet, ezért nagyon fontos a kesztyű használata, amiket én szoktam használni. Vedd át hátad mögött, oké, és ebbe a kezedben van a jutifalat. Oké, és hány szem van benne? Három. Egyet tegyél bele, ebből fogod adagolni, belebújsz, oksa, teszed az órához, és indulsz el. Amint látjátok, itt már a póráz jelen van, fordulj Rebeka a balra, a pórázt szokni fogja a kutya, szükség esetén meg is fog feszülni a póráz. A lényeg az, hogy még mindig teljesen önállóan megy a kutya a gazda mellett, nem a pórázzal segítjük, vagy akár kényszerítjük, hanem egyszerűen csak jelen van a póráz. A következő epizódban meg fogom mutatni, hogy hogyan tanítom meg Rebekának és Bencének a megfelelő pórász használatot, tehát hogyan használják a pórázt.
azt is meg fogom mutatni, hogy hogyan tudják begyakorolni úgy, hogy nem a kutyán fogják begyakorolni, és hogy miért nem, ez majd a következő epizódnak lesz az egyik eleme. Addig is köszi, hogyha megnéztétek, fogok jönni hamarosan velük is, és egyéb sztorikkal is, illetve egyéb videókkal is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!